Hétai Gáspár. Második fabula. A farkasról és a bárányról. Egy farkas igen szomjú, elméne innya a patakra. Midőn ivott volna, alátekinte a patakon nagy messze, és látta ott egy bárányt, hogy innék a patakból. Alá siete ezokáért a bárányhoz, és mondá annak. Miért zavarod fel a vizet én nékem? Miért nem hagysz innom? Mondá a nyavajás bárány. Hogy zavaríthattam volna fel a vizet te néked, holott ide aláittam legyen, tekedik tova fel, honnét aláfoly ide a víz. Mondá a farkas. Micsoda? Lám, szömbe mersz szökni velem. Miért szidogatsz? Mondá a bárány. Jaj, nem szidlak, jó uram. Mondá a farkas. Mint te, mint szüleid, és minden nemzeted ellenségim voltanak én nékem. Az apád is ugyanezen bosszúságot műveli rajtam 6 hónappal ezelőtt. Mondá a bárány, e világon sem voltam én akkor. Mondá tovább a farkas, mindenütt kárt tész, vetésemet sem tarthatom meg miattad, mert mindenütt elrágod. Felele a bárány, hogy rághatom el a vetésedet, holott nincsen fogam. Megbúsulván a farkas mondá, pokol érne okadásoddal, bezzeg, megfüzetsz. És ottan megfojtás megövé. Értelme. E fabulával írta meg Ezopusz e világi dúsoknak és kegyetleneknek hamisságát és kegyetlenségét, hogy nem gondolván sem az Istennel, sem annak igazságával, a szegény ártatlanokat minden ok nélkül megnyomorítják. Dühös nevet költenek az ebnek, csak hogy megölhessék. Vagy ötte meg a hájat, avagy nem, de pálcát keresnek neki. Ugyan bűnös a csősz, vagy vétközett a szegény ember, avagy nem. Pauper ubique jacet. Jaj, e nagy hamisságnak!